egy olyan lehetőség, hogy nem csak a filmet nézhetik meg, hanem azt is megosztják másokkal, hogy ki mire gondol ugyanazt a filmet látva. Nagyon örülök ennek, mert az igaz, hogy Robert De Niro a kedvenc színészem. Bensőségesebb, családiasabb a hangulat, tehát itt tényleg lehet csevegni, szinte olyan, mintha otthon ülnél, csak egy nagy családdal néznéd a filmet. Múltkor sem értem ide az elejére, de nagyon élveztem így is, és megerőltem a filmet, ezt már láttam. Én most vagyok először, tehát az, hogy járok, az egy kicsit erős lenne. Most vagyok másodszor, és nagyon meglepődtem, hogy ennyien vannak. Ez olyan, mint egy múzeum tárlatvezetővel. Végként az a jó, hogyha én nem vagyok benne, rájöttem. Azért adok otthont egy ilyen filmklubnak, hogy jó emberek társaságát élvezhessük. A filmklubnak az a titka, hogy itt van sok jó barát, és itt van finom bor. Szerintem nagyon jók a filmek, és hát van erre igény, hogy más filmeket nézzünk, meg jókat beszélgessünk róla, egy újfajta dolgot csináljunk. Jó emberek, jó helyen, jó gondolatokkal. Társaság? Többen összejövünk, ugye? Vannak, akik már látták a filmet, de nagyon régen, vannak, akik nem rég, mindenkire máshogy hatott. Most teljesen más, hogy egy gyerek fejjel, mindig másképp értékel az ember egy filmet, akkor megfogott a hangulata, most már egyébként mondanám, hogy értelmezni is tudom. Én élvezem minden percét. Szerintem sok függ majd a lemezetéstől is, hogy ennyire szólítjuk meg a többieket. A belsőséges a viszony, nem az a klasszikus multiplex mozi. Én is hívogattam ide már embert, aki még nem volt itt soha életében. Két lányt, majd meglátjátok a szünetben. Én azért jöttem el, mert az Éva megjött. Oh, nagyszerű. Évi, miért jöttél? Meg azért, mert szerettem volna új emberekkel találkozni, akiknek végre értelmes programja is van. Egyrészt, hogy választhatunk a filmek közül, másrészt pedig a jó filmek, tehát a jó választék. Beleláthatunk olyan részletekbe, amit esetleg nem tudtunk. Szerintem egyikük meg fog halni, vagy lehet, hogy mindkettő. A hölgyet elüti egy kamion, ha jól emlékszem. Ezt a filmet én most látom először, tehát teljes izgalommal várom, de tudom, hogy van itt köztünk olyan, aki már látta. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy neki milyen élménye volt pár éve, és most. Nem láttam sajnos az erejét, elkéstem. Egy magányos fiúról szól, aki így kiszakadott. Majd csak nem kiszakad, hogy eleve valahogy egy másik világnak szinte a születte tulajdonképpen. Kénytelen leszek elmenni, megnézni még egyszer, de beálltunk hátra, és fölvettem a szemüvegemet, és még így se tudtam elolvasni. Kivágjuk. Csináljunk ilyet többször, hát ha megnyitunk embereket vele.